Gyújtópont. Nálunk elég egyetlen hírszikra. Már is folytatjuk az adásunkat. Vendégünk Molnár Tamás Levente, Ausztria szakértő, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója. Itt van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, üdvözlöm. Jó napot kívánok. Ausztriáról és Sebastian Kurzról fogunk beszélgetni, aki ellen hamis tanúzás miatt nyomoznak, méghozzá egy SMS váltás miatt, és állítólag ebből az derül ki, hogy információkat hallgatott el egy parlamenti meghallgatáson. Vannak, akik azt mondják, hogy akár vádat is emelhetnek ellene. Ez lesz tehát a témánk. Azon hallgatóink kedvéért, akik nem naprakészek a Kurz SMS váltásaival kapcsolatban, hogyan lehetne összefoglalni, miről szól ez a történet? Röviden, tömören arról szól ez a mostani kauza, hogy a 2019-es Ibiza botrány után, amely annó bedöntötte a Kurz és az FPÖ-nek a koalícióját, egy parlamenti vizsgálóbizottság állt föl, hogy kiderítse, hogy azok a dolgok, amelyeket Heinz Christian Strache, annó FPÖ elnök és alkancellár állított ebben a videóban, hogy azok mennyire felelnek meg a valóságnak, milyen ráhatása volt a politikának arra, hogy esetleg médiában az egyes szereplőkre befolyás gyakorolja, most ebben nem szeretnék részletesen belemenni, és a parlamenti vizsgáló bizottság meghívta Sebastian Kurzot is, hogy jelenjen meg ezen a vizsgálóbizottságon, és tegyen egy nyilatkozatot, amelyet egyébként nem lett volna kötelező neki elvállalnia, tehát ő gyakorlatilag egy ilyen a jó szándék jeléjű gyakorlatilag elment erre a meghallgatásra, ez tavaly nyáron történt meg, és most, ahogy az ügyészség nyomoz, a gazdaság és korrupció elleni államügyészség nyomozott, kiderültek bizonyos dolgok, például amelyekre ön is reflektált itt az előbb, tehát hogy Sebastian Kurz és a szövetségi pénzügyminisztérium egykori államtitkára Thomas Schmidt között történtek így a háttérben egyeztetések. Sebastian Kurz lényegében azt ígérte Thomas Schmidtnek, hogy ki fogják nevezni az állami vagyon kezelő holdingnak az élére, és ezt ő tagadta ezen a meghallgatáson, és igazából itt van az egész dolognak a lényege, hogy az államügyészség, tehát az ügyészségnek a különböző nyomozati anyagaiból, ezekből a ilyen chat üzenetváltásokból kiderült, hogy Sebastian Kurznak és Gernot Blümelnek, a jelenlegi pénzügyminiszternek nagyon is volt ráhatása arra, hogy végül aztán az ő megbízottjukat, Thomas Schmidt-et nevezték ki az állami vagyonkezelő holdingnak az élére, és nem úgy történt, ahogy Sebastian Kurz állította ezen a bizonyos meghallgatáson, hogy őnek igazából semmilyen ráhatása nem volt, hogy ő gyakorlatilag csak informálták erről, hogy őt is fogják nevezni, de hogy ő a háttérben nem mozgatott meg semmilyen szálat, az SMS-ek és a chat üzenetek más mondanak. Na most ez mennyire súlyos ügy? Mennyire hozhatja el ez akár Kurznak a vád alá emelését, akár a bukását? Az, hogy a bukása meg lesz, ez egy politikai kérdés, a vád emelés az alapvetően egy jogi kérdés. Véleményem szerint a pár héttel ezelőtt az államügyészség kiadott egy ilyen összefoglaló gyakorlatilag erről az egész ügyről, és ennek már nagyon egy ilyen vádemelés szaga van, tehát ott megállapítják, van egy tényálladék, gyakorlatilag megállapítják, hogy Sebastian Kurz mit hallgatott el egyrészt az ügyészség elől, bocsánat, a parlamenti vizsgálóbizottság elől, másfelől pedig, hogy hol nem a valóságnak megfelelően nyilatkozott, tehát lényegében, hogy hazudott. Na most azért különleges az osztrák eset, mert az osztrák parlamentnek a vizsgáló bizottságai előtt az igazmondási kötelezettség, mint olyan, az létezik. Tehát nem létezik az, hogy valaki nem a teljes igazságot mondja, vagy ha esetleg az igazsággal szemben menő dolgot állít. Ez mondjuk ellentétes mondjuk a német példával, ahol az úgynevezett igazmondási kötelezettség, mint olyan, ez nem létezik. Ausztriában ez létezik, és ez egy nagyon fontos kontrollfunkciója lényegében az ellenzéki képviselők, nem az ellenzéknek, mint unblock, hogy a kormányt és a kormánytagokat, azokat kontrollál tudják helyezni. Na most ezt a osztrák jogalapján a hamis tanúzást, ez törvény bünteti 3 éves szabadságvesztés sújtható ki rá. Tehát Sebastian Kurz is megilleti az ártatlanság vélelme. Tehát, hogyha az ügyészség végül aztán úgy dönt,
hogy vádat emelne az osztrák kancellár ellen, akkor utána a büntetőeljárásba fordulna az egész ügy, és innentől számítva, hát én úgy számolom, hogy körülbelül egy év lenne az, míg végül ítéletet hozna a bíróság, vagy nem. És innentől fogva ez a jogi része, és innentől fogva ez emellett pedig van egy politikai része is, hogy a Türkis és a Sebastian Kurz féle Türkis, az ő apja, a néppárt, illetve a zöldek alkotta koalíció, ezt túléli-e. Pontosabban arra gondolok, hogy a zöldek tolerálják-e végül azt, hogy gyakorlatilag eljárás folyik az osztrák kancellár ellen, vagy esetleg kilépnek a koalícióból, és egy bizalmatlansági indítványt nyújtanának be a parlamentbe Sebastian Kurz ellen. Ez utóbbi még nem dőlt el. Egyelőre úgy tűnik, hogy a zöldek egészen toleránsak, és egyelőre úgy tűnik, mintha Ausztriában az ellenzék is, mintha nem igazán akarná azt, hogy távozzon Kurz. Én azért ezzel vitatkoznék. Azt látszik, hogy az ellenzék egy bizonyos része, tehát itt gondolok a szociáldemokratákra, ők olyan szempontból szeretnék eltávolítani Kurzot, hogy ugye ő volt az, aki a nagy koalíciót is felrobbantotta, kiszállt ebből, és ellenzéki szerepbe kényszerítette az SPÖ-t. Az majd másik kérdés, az SPÖ-nek a pénztára az jelen állás szerint elég üres, tehát nem vagyok meggyőződve arról, hogy ők egy választási kampányt finanszírozni tudnának-e. A zöldeknél szerintem nagyon érdekes lesz nézni az elkövetkezendő heteknek az eseményeit. Látszik, hogy amikor kijöttek az első információk erről, hogy milyen chat üzenetváltások történtek, és Sebastian Kurz a háttérben hogyan ügyködött, akkor még viszonylag visszafogottak voltak. Most már látszódik, ahogy az államügyészség folyamatosan dolgozik, és újabb részletek kerülnek a nyilvánosság elé, és az ÖFAP funkcionálisai körül fogy el a levegő, hogy hogyan próbálnak vagdalkozni. Például a pár nap ezelőtt egy ÖFAP és parlamenti képviselő az ügyészeket gyakorlatilag így megvádolt azzal, hogy politikailag ők nem semlegesek. Ez ugye azért vagy azért érdekes ez a szál, mert hogy az igazságügyi minisztérium és az igazságügyi tárca zöld kézben van, Álmazadics Grön zöld képviselő, miniszter vezeti, tehát ez lényegében az ő reszortját is kritizálja, ez most már kezd picit elfajulni a vita a kettő között, ugye, a két koalíciós társ között, ugye a zöld vezetés korábban ahhoz kötötte a gyakorlatilag a pozíciót, hogy megvárják még az ügyészség vádat emel le Sebastian Kurz ellen, és akkor majd utána fognak nyilatkozni, hogy ők ezt politikailag hogyan értékelik. Jelenleg még kivárnak, meglátjuk, hogy hogyan fog alakulni az egész esemény. Milyen forgatókönyvek vannak? Előrehozott választás, vagy megvárják a rendes választást, és ott az akár majd Kurz karrierébe is kerülhet? Hogy látja ezt a kérdést? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Ugye Sebastian Kurz egyetlen egy koalíciós kormányát se tudta véghez vinni, tehát korábban, amikor még külügyminiszter volt, és megválasztották ÖFAP elnöknek, akkor a nagy koalíciót robbantotta fel, az Ibiza botrány után az FPÖ-vel való koalícióját fejezte be idő előtt. És hát most is lehet nézve a jelenlegi botrányt és eseményeket, hogyha megtörténik esetleg a vádemelés, hogy a zöldek is kifarolnának, és akkor ezt se fogja tudni befejezni. És az ÖFAP-nek lassan el kell gondolkodni, hogy akkor kivel lehetne még koalíciót kötni, hogyha esetleg a számok is úgy hozzák a választáson. Túl sok opciója már nincs. Az FPÖ-vel teljesen elmérgesedett a viszony. Az egyébként teljesen elmérgesedett? Tehát, hogy ott soha semmilyen formában nem lehet már koalícióra lépni? Tehát nem lehet ezt kibékülni, vagy egyebek? Soha nem mondta, hogy soha, de én a jelenlegi helyzetben, ugye az FPÖ-ben még mindig nagyon nagy a tüske, hogy gyakorlatilag a pártnak a legprominensebb személyét, Hans Christian Strache-t, az Sebastian Kurz nem állt ki mellette, hogy előrehozott választásokat követeltek, és az FP utána borzasztó nagyot bukott a választáson. Igen. Úgyhogy én jelenállás szerint nem látom, hogy itt még egyszer esetleg visszamehetne a kékekhez, úgymond az FP-hez. A zöldekkel ugye most van jelenleg kormányon, akkor azzal sem nagyon működne, hogyha utána ez mondjuk esetleg idő előtt befejeződne. És hát Sebastian Kurz, amikor a politikát elkezdte, akkor ő azt ígérte, hogy ő
egy új politikai stílus, egy változás szeretne, amiatt ő azt értette, hogy a néppártot ki akarja szabadítani, hogy ő fogalmazott az SPÖ-be, tehát a nagy koalíciós békjóból. Tehát ezek után visszamenni az SPÖ-höz, az lényegében egy beismerés lenne, hogy ez nem sikerült neki. Úgyhogy kezd el fogyni a politikai opció. Viszont, hogyha megnézzük a számokat, akkor most van egy ilyen 2021. május 31-i állapot, ugye ott az ÖFP-nek 29%-a van, az SPÖ-nek 28, az FPÖ-nek 20, és akkor a liberálisoknak 11, igen, a zöldeknek 10. És hogy itt próbálom összerakni, hogy ha viszont nem az ÖFP, akkor viszont ki kivel foghat össze, és ott meg ideológiailag sokkal mélyebb szakadékok vannak elsőre látásra. Itt már olyan szivárvány koalíciók jöhetnének már csak szóba, amelyek még abszolút kipróbáltanak az osztrák politikában, tehát az egyik ilyen lehetséges opció lenne, de ez csak elméleti síkon, az FPÖ és az SPÖ között, de hát ez egy óriási tabutörés lenne, tehát az SPÖ-nek van egy elfogadott párt, kongresszuson elfogadott határozata, hogy ők szövetségi szinten az FPÖ-vel semmilyen körülmények között nem kötnének koalíciót. Valamelyik nagynak a kicsikkel esetleg össze kellene fognia, tehát meglátjuk, hogyha esetleg odáig fajulna a dolog, hogy a zöldek mondjuk felrúgják a koalíciót, Sebastian Kurz ellen vádat emelnek, hogy akkor az a növekmény, szavazati növekmény, amelyet Kurz tudott elérni még 2017-es választáson, tehát egy 20%-os pártból egy 35%-os, 37%-os pártra tudta növelni, hogy ez a plusz 15-17%, ő hova fog menni azután, hogy Sebastian Kurz ellen komoly vádakat hoznának föl. Ezt ma még nem látjuk. Erről fognak szólni szerintem majd az elkövetkezendő hónapok, hogyha az államügyészség végül mégiscsak vádat emelne, hogy akkor az ÖVP és a néppárti kemény magból mennyi fog maradni, és mennyi fog csiszolódni ebből. Egyébként ön szerint ezek a vádak, ezek politikaiak, vagy tényleg büntetőjogiak is, illetve, mert az elsőre ez nem tűnik annyira komolynak, de lehet ennek komoly büntetési tétele? A politikai vádaskodás az ÖVP-nak a kártyája igazából. Tehát Sebastian Kurz tett egy nyilatkozatot az osztrák köztévébe, a ORF CIF 2 című műsorában, ahol kicsit elszaladt vele a ló az interjúnak a végére, Armin Wolffal, osztrák újságíróval tette ezt, és hogy gyakorlatilag egy ilyen politikai, biased vádat fogalmazott meg az osztrák államügyészséggel szemben. Konkrétan azt mondta, hogy az osztrák jogrendszer és az egész osztrák jogi struktúra, az államügyészség, a bíróságok azok gyakorlatilag nem tolerálják, hogy ne egy SPÖ-s kancellár legyen hatalmon, és mindent megtennének annak érdekében, hogy őt elmozdítsák a hatalomból. Na hát ez gyakorlatilag az egész jogállami struktúráknak, meg mint olyannak, az így a szembeköpése lenne, meg az is volt igazából a Sebastian Kurznak a részéről. Osztrák törvények azok egyértelműek a hamis tanúzás és az igazmondási kötelezettséget, illetően ezekben a vizsgálati bizottságokban. Innentől fogva az osztrák államügyészségnek kell mondania át vagy vét, hogy ez kimeríti-e a hamis tanúzásnak a vágyát, vagy nem. A jelenleg információk alapján, amelyek így világra kerültek, azt lehet látni, hogy ezt valószínűleg meg fogják tenni, nem mondom 100%-os biztonsággal, de a jelenlegi tendenciák azok afelé mutatnak, hogy ez be fog következni. És akkor utána nyilvánvalóan Sebastian Kurz is, ahogy már említettem, megilleti a áltatlanság vélelmet, tehát akkor bíróság előtt kell bizonyítani az igazát, hogy ő nem élt vissza a politikai hatalmával annak érdekében, hogy egy bizalmasát pozícióba helyezze, ezt majd neki meg kell tennie, és akkor utána a bíróságnak kell döntenie, hogy ez tényleg kimerítette ezt a vádat, vagy pedig nem. Ha vádat emelnek ellene, akkor ő attól még választható például, vagy az a politikai karrierének a végét jelenti? Ez egy érdekes helyzet lenne, ugye őt elítélhetik, tehát mivel ő nem képviselő, ezért nem életi meg a, nem most gyorsan akartam mondani, tehát a mentelmi jog az csak a képviselőket illeti meg, viszont a kormánynak a tagjait nem. Ő ugye a kormányt képviseli, az osztrák kancellár, Sebastian Kurz, tehát őt elítélhetik. Abban az esetben tudná ezt megúszni, úgymond, hogyha képviselőként jelöltetni magát, mondjuk egy előrehozott választáson,
és akkor képviselő lenne, és akkor ez nem következhetne be. De itt nagyon sok a feltételes mód ebben a mondatban, úgyhogy ez tényleg csak ilyen hipotetikus szinten lehetne ezt így elemezni. Teljes mértékben elítélhető lenne, és még egyszer mondom, az osztrák törvények a hamis tanúzást az maximum 3 évig terjedő szabadságvesztéssel szankcionálhatják, úgyhogy elképzelhető lenne az eset is, hogy őt elítélik. Azt mondjuk még egy osztrák, azt szeretném megjegyezni, hogy egy osztrák kancellár ellen sem jutott még el odáig az ügyészség, hogy vádat emeljen. Voltak már olyan, azt hiszem Fred Zinovácról gondolok, aki ellen nyomozott szintén az államügyészség, de ő korábban lemondott. Tehát ő nem várta meg azt, hogy megtegyék a vádemelést. Sebastian Kurz azt mondta, hogy kijelentette már többször, hogy ő nem látja semmilyen, nem lát semmilyen indokot arra vonatkozóan, hogy ő neki le kellene mondania. És ez picit egy ilyen tabutörés is, egyébként az osztrák politikában volt egy ilyen közmegegyezés, hogy tehát kancellárok ellen ez egy akkora demokrácia és a morális tartással szemben ez egy akkora pofon lenne, hogy akkor inkább mentsük a hivatalnak a tisztességét, és akkor inkább lemond a kancellár. Sebastian Kurz nem így látja, ő kitart az igaza mellett, és megmondta, hogy ha vádat is emelnek ellene, akkor sem szándékozik lemondani és elhagyni a pozícióját, és akkor megvárják majd a bíróságnak az ítéletét, hogyha eljutunk odáig, mert esetleg a zöldek nem farolnának ki idő előtt a koalíciós kormányból. Molnár Tamás Levente, köszönjük szépen, hogy velünk volt. Köszönöm szépen.